Úr, az MSZP képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a belügyminiszterhez, ennyire kíváncsiak címmel. Miniszter úr, halaszthatatlan közfeladat ellátása miatt válaszadásra mindkét államtitkár urat kijelölt annak függvényében, hogy melyikük szakterületét érinti majd az ön kérdése. Tisztelettel kérdezem képviselő urat, elfogadja-e a válaszadók bármelyikét, vagy megvárja azzal miniszter urat. Képviselő úr jelző, hogy elfogadja a válaszadókat. Ennek megfelelően Lukács Zoltán képviselő úré a szó. Parancsoljon, képviselő. Köszönöm szépen a szót, tisztelt ház hölgyeim és uraim. Magyarország utóbbi időben egyik legsúlyosabb politikai botránya egy állami intézményben, a Magyar Televízió Kunigunda utcai székházában titkos lehallgató és képrögzítő berendezéseket helyeztek el. Azóta Vas Imre üzemeltetési igazgató, aki most már egyik gyanúsítottja ennek az ügynek, azt mondta, amikor a rendőrök először megkérdezték, hogy ezeknek az eszközöknek az elhelyezése magasabb célokat szolgált. Ez azt mutatja, hogy nyilvánvalóan Vas Imre nem magától fölkelt egy reggelen és elhelyezett ilyen berendezéseket a székházban, hanem valamilyen megrendelésre tette azt. Azt is tudjuk, hogy Vas Várhegyi Attilának a bizalmi embere volt, az ő kérésére került oda a televízióba, és annak a Várhegyi Attilának, aki egyébként szolnoki polgármesterként elítélt bűnözővé vált, és most is irodája van a MTV a Kunigunda utcai székházában, úgyhogy semmilyen jogviszonya nincs az MTVA-val. Ehhez képest úgy tudni, hogy ő a póráz az MTVA nyakán, és azt is tudjuk Várhegyi Attiláról, hogy a miniszterelnök bizalmasa. Nos, elhelyezték ezt a hang- és képrögzítő berendezést egy tárgyalóba, ahol nem csak az MTVA dolgozói, hanem politikusok, diplomaták, szakértők és mindenki megfordulhatott. Ezért aztán kérdezem államtitkár urakat, hogy kinek az utasítására történt ezeknek a berendezéseknek az elhelyezése. Igaz-e, hogy a megfigyelés politikai céllal történt? Igaz-e, hogy a Fideszen belüli politikai háborúnak a részét látjuk? Miért nem hallgatják meg és vonják be Várhegyi Attilát ebbe az ügybe, aki világosan látszik, hogy politikai felügyeletet lát el az MTVA-nál? Megsemmisülhet-e ugyanúgy ez a felvétel, mint Kubatov Gábornak írt portéklevél, vagy Rogán Antal ügyében az ingatlanokat tartalmazó CD. Kérem, válaszoljanak erre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. A válasz Kontrát Károly államtitkár úr fogja megadni. Parancsoljon, államtitkár úr. Elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Önök szocialisták rendszeresen összeesküvés elméleteket gyártanak, akár az előrehozott választásokkal kapcsolatban, akár ezzel az üggyel kapcsolatban. Tisztelt képviselő úr, Magyarország demokratikus jogállam, ahol a törvények mindenki számára kötelezőek, senki nem mentesülhet a törvények alól, és aki megsérti a jogszabályokat, megsérti a törvényeket, annak viselni kell a felelősséget. Úgyhogy abba bízom, tisztelt képviselő úr, hogy lesz türelme kivárni ennek az eljárásnak a végét, és tisztelt képviselő úr, ezek a megalapozatlan gyanúsítgatásai, amelyek egyébként a magyar hatóságok eljárásával, törvényes eljárásával kapcsolatban is bizonytalanságot próbálnak kelteni, teljesen megalapozottak. Még egyszer mondom, amit ön elmondott, az összeesküvés elmélet, ennek semmi alapja nincs. A törvények mindenki számára kötelezőek, mert az ország demokratikus jogállam, és az igazság ki fog derülni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Egy perces viszontválaszra Lukács Zoltán képviselő úr a szó. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Összeesküvés elméletet akartam volna mondani, hogy ennél jobbat is tudok. Arról van szó, hogy önök nem válaszoltak arra, hogy mit keres Várhegyi Attila irodája egy olyan intézményben, ahol semmiféle jogviszonya nincs. Nem válaszoltak arra, hogy ki volt az, aki Vas Imrét megbízta, hogy elhelyeztesse ezeket a lehallgató és képrögzítőket. Nem válaszoltak arra, hogy kik jártak abban az időszakban, abban a tárgyalóban, és hol vannak ezek a felvételek. Voltak-e köztük politikusok, közszereplők, kormányzati emberek. Nem válaszolt semmire, és arra sem válaszolt, amire most válaszolhat, hogy egyébként, ha valaki, akármi, akkor egy egyszerű magyar állampolgár bemegy egy közintézménybe beszélgetni, tárgyalni, vagy bármilyen célból, akkor várhatja-e azt, hogy egyébként az örök
ezt a beszélgetést képpel, hanggal rögzítik, és különböző titkos megfigyeléseket tartanak. Ez nem összeesküvés elmélet, ez az önök gyakorlata, miniszter, vagy államtitkár. Köszönöm szépen. Képviselő, egy perc lesz viszontválaszra, Kontrát Károly államtitkár úr válaszol, parancsolja. Tisztelt képviselő úr, ezeket a megállapításait, ezeket a megalapozatlan, valótlan megállapításait, amelyet a magyar hatóságok, illetve a magyar hivatalos szervek eljárásával kapcsolatban minden napot népköznek, visszautasítom. Tisztelt képviselő úr, milyen kérdést tettem föl az adonai kérdések órájában? Az a címe, ennyire kíváncsiak. Képviselő úr, én nem tudom, hogy kinek van irodája az MTV a székházában. Én nem tudom. Én tisztességesen akarok válaszolni, és ugye... Ebben a kérdésben, ha ön kíváncsi lett volna arra, igazándiból, amit ön itt sérelmez, akkor megfogalmazta volna a kérdése címébe azt a tárgykört, amire ön kíváncsi, amire ön valóban kíváncsi, ugye? Mert tisztelt elnök úr, kérem, adja meg a lehetőséget, hogy válaszoljak a kérdésre. Tehát tisztelt képviselő úr, ezek a megállapításai teljesen megalapozatlanok, és még egyszer mondom, a magyar hatóságok törvényesen járnak el, minden hatóság betartja a törvényeket, amennyiben ön ennek ellenére önnek másról van tudomása, tegyen följelentést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt képviselő!